A mai Temesvári Egyházmegye az 1030-ban alapított egykori Csanádi Egyházmegye egyik részterületéből alakult. Az ősi Csanádi Egyházmegye első püspökeként a velencei születésű bencés szerzetest Gerharduszt, Szent István király fiának, Imre hercegnek a nevelőjét. A vértanúsága miatt 1083-ban szentté avatott Gellértet tartják számon. Majd 900 évvel később a trianoni békeszerződés által létrehozott új határok feldarabolták az egyházmegye területét. Az akkori csanádi püspöknek, Glattfelder Gyulának a román hatóságok parancsára 1923-ban el kellett hagyni a Temesvárt, az ősi püspöki székhelyt. A Szentszék Szegedet jelölte ki a Magyarország területére eső új egyházmegye központjának, amelynek neve 1982-től Szeged-Csanádi Egyházmegye. A Románia területére eső új egyházközigazgatási egységet Temesvári Egyházmegyének nevezték el. A jelenleg közel 109 ezer hívet számláló, sok nemzetiségű egyházmegyében 74 plébánia működik. A hívek 44%-a magyar, 27%-a román, 11%-a német, közel 5%-a horvát, 4,5%-a bolgár, 2%-a szlovák, 2,5%-a roma és majdnem 2%-a cseh nemzetiségű. Minthogy 2017-ben előre haladott korára hivatkozva Martin Rose püspök felmentését kérte a főpásztori szolgálat alól, Ferenc pápa 2018. májusában Pál József Csaba kanonokot, a Resica bányai Havasboldogasszony templom plébánosát, főesperest nevezte ki megyés püspökké. Az újonnan kinevezett főpásztor püspökké szentelésére és beiktatására augusztus 6-án került sor a Temesvári Szent György Székesegyházban. A Szentmise főcelebránsa és a szentelő püspök Martin Rose apostoli kormányzó volt, Ioan Robu bukaresti érsek metropolitával és Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel, társszentelőkkel együtt. Az ünnepi liturgián részt vett Miguel Mauri Buen Dia apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete, mintegy 40 római katolikus, görög katolikus, ortodox, evangélikus, református és unitárius püspök, meg közel 200 lelkipásztor, természetesen hazai és magyarországi állami és kormányintézmények képviselői mellett. A püspök szentelést megelőzően Nikolá Laus kanonok, a Temesvári Püspökség iroda igazgatója olvasta fel Ferenc pápa kinevező levelét és buzdítását. Apostoli áldását. Tekintettel a Temesvári Egyházmegye jelenlegi helyzetére, valamint a fennálló szükségesség természetére, minden gondoskodásunkkal az itteni közösség felé fordultunk, annál inkább most, amikor látunk, hogy ott főpásztora van szükség, mivel tiszteletre méltó testvérünk Rossz Márton nyugalomba vonulásával széke megüresedett. Úgy vélünk tehát, hogy te szeretett fiam, alkalmasak látszol erre a tisztségre, amelyre az erények is tekinti általi megerősítés mellett gazdagon árad a tapasztalott és pasztorációs gyakorlott legnagyobb ajándéka. Miután tehát meghallgatunk a püspöki kongregáció véleményét, legfőbb apostoli hatalmunknál fogva kinevezünk és beiktatunk téged, Temesvári megyés püspöki, mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek a Szent Kánon normai és a tisztséggel járó jog szerint ehhez a feladathoz kapcsolódnak. Ugyanakkor a püspöki szentelésed Róma falain kívül bármelyik magas, rangú katolikus prelátus el tudja végezni. Ám, még mielőtt elfoglalnád tisztségedet, az egyház törvénye szerint hitvallást, valamint hőség esküt kell tenned nekünk és utadainknak. Továbbá meg kell bizonyosodj afelől, hogy felszentelésedről a teljes klérus és a hívő nép is tudomást szerez, akiket az irántat való kitartó engedelmességre és megújult lelkesedéssel való hitre buzdítunk. Szeretett fiam, végül csupán annyit mondhatok,
hogy nagy felelősséggel és teherrel járó tisztséget kapsz. Ezért buzgón kérjed az isteni támogatást, hogy a megváltó erényeivel megerősödve Szent Gellér püspök és Nepomuki Szent János védőszente közbenjárásával és a Mária Radnai Szűzanya oltalma alatt igyekezz hatékonyan terjeszteni az üdvösség szerző tanítást, amelyből hívek a legnagyobb lelki gazdagságot meríthessék. Sancti Petre et Paulhe, Sancte Andrea, Sancte Johannes, Sancta Maria Magdalena, Sancte Stefane. A szentelés előkészületeként a jelenlevők együtt imádkozták a minden szentek litániáját. A szentelő püspökök a leendő főpásztor fejére tették kezüket, majd a főcelebráns a kinyitott evangéliumos könyvet a szentelendő püspök feje fölött tartva mondta el a szentelő imát, jelezve, hogy az apostol utód egész életét át kell, hogy hassa Isten szavának szelleme. Püspöki szolgálat jelvényeinek és jelképeinek átadása következett. Az evangéliumos könyvé, a püspöki gyűrűé, a kisebb fejfedőé, az úgynevezett pileulusé, majd a püspöki süvegé, vagyis a mitráé, végül pedig a pásztorbotot adta át a nyugalomba vonuló püspök Martin Rossz és főpásztori székéhez vezette Pál József Csabát. A püspöki széket egyébként katedrának is nevezik, ebből ered a székesegyház latin megfelelője, a katedrális. Felszentelt püspök most békecsókkal köszönti a jelenlevő püspököket, és utána a temesvári egyházmegye papjait. Méltó és illő mindenek előtt, hogy a magyar adás kollektívája nevében, de feltételezem, hogy a nézők nevében is az új temesvári püspöknek bőséges áldást kívánjunk főpásztori tevékenységéhez. Ki tudja, hány évtized, hány év, de kívánom, hogy teljes legyen. Köszönöm szépen. Kedves püspök úr, úgy tudom, hogy egy 1985-ben esett lelki gyakorlat nyomán került ide a temesvári egyházmegyébe, és azt olvastam ebben az interjúban, hogy a lelki gyakorlat után ez egy hirtelen esemény volt, hogy Sebastian Kreuter, akkori ordinárius kérte, hogy Temesváron is vállaljanak szolgálatot az új papok, a fiatal papok. Mi volt ez akkor, egy önfelajánlás, egy a küldetés iránti fegyelmi gesztus, egy missziós tudati megnyilvánulás, hogy akkor kvázi elhagyta a szülőföldjét? Hát igazából a szülőföldem az Csomortán, a csíksomjói plebániának az egyik filiája, és én már korábban elmentem hazulról, mert elmentem a gyulafehérvári római katolikus
kántoriskolában, utána katonaság következett, utána teológia, és ekkor 85-ben én már 4 éves pap voltam, de már teológus korunkban együtt voltunk a bánsági kispapokkal, nem csak velük, de velük is, és ők sokszor beszámoltak arról, hogy innen elmennek a papok is, elmennek a hívek is, és hogy az milyen nehéz ezt átélni, és ez úgy vonzott engem valahogy, hogyha valami nehéz, hát az talán nekem való. De eszem ágába se volt, hogy nekem ide kellene jönni. De akkor ezen a bizonyos lelki gyakorlaton, vagy annak a végén, valaki azt mondta, hogy a temesvári ordinárius papokat kért Erdélyből, de senki nem akar jelentkezni. És akkor mi ott 4 papok, én most pontosan nem is emlékszem, hogy kik voltunk az a 4, de gondolkoztunk azon, hogy az ordinárius kérés nem akar senki jelentkezni. Hát itt vagyunk mi, jövünk, mind a 4, ha kell. És a kollégáim azt mondták, hogy hát akkor kezdjük el veled esetleg, mert te egy kicsit már tudsz németül, és akkor próbáljuk meg így. Én el kell mondjam, hogy én előzőleg egy kispapot próbáltam meggyőzni, hogy nehogy átjöjjön a bánságba, mert azt mondtam, mi itt születtünk Erdélyben, nekünk itt kell élni, itt kell dolgozni, nem el kell menni innen. De én ezen beszélgetés után, a lelki gyakorlat után én másnap elmentem és bekopogtam Jakab Antal püspök úrhoz, aki azt kérdezte, de hát kit tegyek maga helyett? És akkor mondtam, hogy tegye azt a gyakorlatozó kispapot, aki, vagy diákonust, aki ott volt, mert az egy nagyon jó fiú, és meg is hallgatott. Őt tette oda helyembe Marosvásárhelyre, én ott voltam Marosvásárhelyen segédlelkész Lestján atyának az iskolájában, és én így a püspök úrnak a levelével jelentkeztem a temesvári ordináriusnál. És tehát azt hiszem, hogy a gondviselésnek a humora az, hogy én azzal a kispappal, akit én meg akartam győzni, azzal a marosvásárhelyi kispappal, egy helyre kerültem Resicára. Ő volt a káplánom, és én lettem a plebánosa néhány év után. Tehát pontosan... Ez csak később lett, mert úgy tudom, hogy a püspök úr akkor hirtelen a temesvári egyházmegye 3 plébániájára került egyszerre. Így van. Én akkor... megkérdezte az ordinárius úr, hogy káplán akarok-e lenni, vagy plebános. Én azt mondtam, nekem mindegy, én szolgálni jöttem. És azt mondja, elfogadod a buziási plebániát? Hát mondtam, igen, de azt tudtam, hogy hol van, soha nem is hallottam ezt a helységnevet. És akkor Buziásra, Bakovára és az ő saját szülőfalujába, Nickidorfra helyezett. Mind a 3 plebánia önálló plebánia volt, még 6 filiával, úgyhogy ott kezdtem meg a szolgálatot. Emberileg nagyon nehéz kellett volna az legyen, mert hát nem tudtam sem a német nyelvet jól, románul is elég gyengén beszéltem, nem volt senki ismerősem, soha addig nem voltam plebános, egy nagy-nagy üres plebániát kaptam, egy egyetlen szembútor nem volt abba, de én soha nem éreztem, hogy nehéz. Én mindig azt éreztem, hogy milyen jó Isten szolgálni. Úgyhogy én így kezdtem abba azon 3 plebánián. Egy interjúban azt mondta a püspök úr, sőt, ez is volt ennek az interjúnak a címe, ha jól emlékszem, hogy az egység építésén dolgozom, vagy fáradozom. Mi az a nem egység, vagy mi az a szétszórtság, ami helyett egység építésén dolgozik? Hát elég nehéz így válaszolni erre a kérdésre. Én inkább azon pozitív irányból közelítem meg, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy elhozza a Szent Háromság életét a földre, és azt mondott, hogy atyám, hogy egyek legyenek, amint te én bennem és én te benned, úgy legyenek ők is mindnyájan egy. Tehát ezt az életet megélni magunk között, a nemzedékek között, a felekezetek között, a különféle kultúrájú, nyelvű emberek között, ezt a kapcsolatot megélni. Úgyhogy én a saját címerembe is bevettem a Szent Háromság szimbólumát, pontosan ezért, mert ez a Szent Háromságos élet, ahogy az Atya viszonyul a Fiúhoz, a Fiú az Atyához a Szent Lélekben, ez a nagy feladatunk nekünk, hogy ezt a fajta kapcsolatot éljük meg az életünk minden területén, és ahol lehet, ezt akarom segíteni. Most, hogy a püspöki címerről esett szó, a címer alatt mindig van egy jelmondat. Mi ez a jelmondat? Kérem, kommentálja röviden.
Igen, hát serva eos in nomine tuo, tartsd meg őket a te nevedben. Azért volt fontos nekem ez valamikor a húsvét utáni egyik nap, talán vasárnap, nem emlékszem, pontosan volt az evangéliumban. Azért fontos, mert ez mindjárt egy imádság. Ez nagyon fontos nekem, hogy amikor bárki elolvassa, az mindjárt imádságra hangolódjon. Utána azt láttam, hogy Jézus ezt nem egyedül oldja meg. Nem mindjárt ő neki fog és megtartja őket, hanem az atyával közös beteszi, és azt mondja, hogy tartsd meg őket. Pedig Jézus külön is meg tudta volna tartani. De ez a közös együtt gondolkodás, együtt tevékenykedés, ez úgy külön is meghatott engemet. Aztán még az a gondolat is, hogy tartsd meg őket a te nevedben. Na most nyilván ez, hogy nem magára gondol, hanem rájuk. Nem arra, hogy most neki elmegy, neki milyen lesz, vagy hogy lesz. Rájuk, őket tartsd meg, de a te nevedben, vagyis abban a szellemben, amit én elhoztam nekik ide a földre. Itt mindjárt visszatérünk megint az egységre, és utána mindjárt kéri, hogy egyek legyenek. Tehát az ő nevében ez az én vágyam is, hogy a Jóisten mindannyiunkat tartson meg az ő nevében, az ő szellemében, az ő szeretetében. Most az egységről lévén szó, tudom, hogy resicabányai plébánosként a közösségeket, akár felnőtt közösségeket, akár ifjak közösségét is úgy kezdte építeni, hogy személyes kapcsolatokat épített ki előbb. Egy ember és a plébános között, egy másik ember és a plébános között. És ezek a kapcsolatok szövődtek aztán úgy össze, hogy különféle csoportok, közösségek alakultak ki, ezt és ebből az interjúból tudom természetesen. De azért egy püspök rálátása más. Egy püspök itt Temesváron hivatali irodák falai között sok plébánia, több esperesség hálózatát másként látja, mint ember közelből plébánosként. Hogy lesz ez? Hogy tartja meg ezt a közvetlenséget vajon az egyház megyéjével? Nézze, én úgy gondolom, hogy nincs egy külön evangélium a plébánosoknak is, egy külön a püspököknek. Az evangélium az ugyanaz. Úgyhogy próbálunk törekedni paptestvéreimmel, szerzetesekkel, hívekkel, ezen evangélium szerint élni. És ebben egymást kell, hogy segítsük. Ennyi. A resicai plébánia, tudom jól, hogy a nézők is, mert mi már azért beszélgettünk akkor, amikor a püspök úr még plébános úr volt. Tehát, hogy ez a resicai plébánia, ez a soknyelvű közösségnek a képlete. És most itt Temesváron ez a soknyelvű egyházmegye képletévé fordul át egy nagyobb léptékben. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem mindegy, a püspök nemzetisége, legalábbis a hívek nézőpontjából nagyon nem mindegy. És hogyha megnézzük ezt a temesvári egyházmegyét, amelynek ugye 1930 a konstituálási éve, már a modern kori temesvári egyházmegyéjé, akkor a püspökök névsora így szól, hogy Augustin Pacha, Konrad Kernweiss, Ferdinand Hauptmann, Sebastian Kreuter, Martin Rose, Pál József Csaba. Ő az első magyar püspök ennek az egyházmegyének. Nyilvánvaló, hogy az evangélium szellemének a képviselete, az Isten akaratának és az egyház törvényeinek a képviselete a püspök számára nagyon sokféle dolgot átír vagy átrendez. De a hívek szempontjából azért nem mindegy, mint mondtam, hogy a püspök, ez az első magyar püspök Temesváron mit képvisel. Megtörténhet-e az, hogyha esetleg egy közösségi ügyben a püspök úgy dönt, ahogy nem feltétlenül a magyar közösség szája íze szerint, akkor nem illetheti majd az a vád, hogy Pál József már pedig a rendszert szolgálja. Hisze így feltételes módban nem is szoktam, és nagyon nehéz is válaszolni, mert az élet az konkrét helyzetekből áll, és én úgy tudom, hogy a Jóisten a konkrét embereket szereti, és a konkrét helyzetekhez adja az ő bölcsességét. És én hiszem, hogy
a különféle konkrét helyzetekben, vagy a különféle kapcsolatokban az emberekkel meg fogja adni a Jóisten abban a pillanatban azt a bölcsességet, hogy azt döntsem, amit Isten akkor akarna, hogy döntsek. Mindegy, hogy ez esetleg valakiben elégedetlenséget is hozhat, de mindenképpen rá kell figyeljünk, mert ha nem rá figyelünk, akkor elveszítjük a talajt a lábunk alól. És ez fontos, hogy erre segítsük híveinket is, papjainkat is, hogy minden helyzetben, lehet akár nemzetiségi helyzet, akár különféle kultúrák, vagy különféle felekezetek is, keresni azt, hogy mit akar a Jóisten, nem mindig olyan nyilvánvaló. De hát nem azért lettünk papok és püspök is, hogy az ő akaratát keressük. Ezért én nagyon bízok benne. A temesvári egyházmegye ugye földrajzi fekvésénél fogva is egy határ egyházmegye, tekintve, hogy ez az Európai Unió peremén fekszik. Tehát a temesvári egyházmegye is előbb-utóbb talán még kiélezettebben, mint eddig, szembesülni fog ezzel a migrációs jelenséggel. És hát itt bizony ne felejtsük el, hogy az egyház megítélése a társadalom, akár a laikus társadalom nézőpontjából is most egy kicsit olyan furcsa, kétarcú, kétélű. Ezért adódik a kérdés, hogy amikor a kereszténység védelméről szoktak beszélni, akkor a püspök úr hogy érti, vagy hogy fogja érteni? Az kereszténység evangéliumi értelmét kell védelmeznünk, vagy a keresztény kultúrát, mint esetleg a komfortzónánkat, vagy a szokásainkat? Nézze, úgy gondolom, hogy különböztetni kell, mert vannak tényleg háborús helyzetek ott, ahol az emberek el kell, hogy meneküljenek. Én is Temesváron találkoztam egy szír katolikus családdal, akik eljöttek el, panaszolták az ő élethelyzetüket, tehát vannak ezek. Na most nyilván, hogy egy ilyen nagy szenvedéssel teli helyzetet sokan meg is lovagolnak. Tehát meglovagolhatják ezt vallási fanatikusok, terroristák, mit tudom én, emberkereskedők, tehát sok szempontból. És ebben az én véleményem az, hogy akiket arra választottak meg az ország élére, azoknak meg kell védeniük mind ezen emberektől, mind azoktól, akik vissza akarnak élni azzal, hogy léteznek nyomorúságos emberek és tényleg menekültek, azoknak meg kell védeni a határokat, mert a Jóisten akarata nem a rendetlenség, nem az, hogy egyik helyről a nyomorúságot áthozzuk a másik helyre. Ez nem lehet a Jóisten akarata számomra. Tehát ez nekem elég világos, hogy meg kell védeni ezeket a határokat, nem lehet illegálisan átmenni, főleg, hogy rossz szándékra, ezt ki kell szűrni. Tehát ez nagyon határozott és világos bennem. Ugyanakkor, ha én, vagy a híveim, vagy papjaink találkozni fognak olyan emberekkel, akik bármilyen módon átjöttek és itten szenvednek, akkor az evangélium kötelez minket arra, hogy segítsünk azokon az embereken. Tehát akár ételrel, akár ruhával, bármivel, amivel az ő nyomorúságokon segíthetünk. Tehát ezt meg kell tenni, de nem szabad a kettőt összekeverni. Tehát amikor az evangélium irgalmasságáról beszélünk, akkor nem szabad a rendetlenséget ezzel igazolni. Minden egyházmegye küzd többé-kevésbé a hívek lélekszám apadásával, nyilván a temesvári egyházmegye is. Én úgy látom, hogy nincsen olyan nemzeti kisebbség, a németeket, a magyarokat, a bolgárokat, szlovákokat, cseheket, horvátokat végignézve, amelyik nem fogyatkozna. Valószínűleg a román hívek száma, abszolút száma is csökken. Van-e valamilyen adminisztratív átrendezési elképzelés, plébániák összevonása, vagy bizonyos plébániák visszaátminősítése filiába, ami most a közeljövőben esedékes lenne? Hát azt hiszem, hogy a fogyást a legerősebben a Temesvári Egyházmegye élte át, amikor a németek nagy része elment. 92-ben akkor körülbelül 100 plebánia szűnt meg, és most jelenleg 73 plebániánk van, tehát a több megszűnt, mint amennyi maradt.
Nyilván, hogy szükséges a további átrendezése is az egyházmegyének azért, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni. Ez egy hosszabb konzultáció után fog bekövetkezni, és nagyon szeretném, hogy ebben belevonjuk az érintetteket. Tehát elsősorban a paptestvéreket, de ott, ahol szükséges, a híveket is. Van egy elgondolás, de erről én még most konkrétan nem tudok beszélni, mert én úgy látom, hogy a Jóisten az ő akaratának egy részét nekem mondja meg, és a többi részét a többi embernek, és ha odafigyelünk egymásra, akkor talán megtudjuk, hogy ő mit is akar velünk. A fogyással is összefügg, de természetesen a temesvári egyházmegye sok nemzetiségű voltával, illetve sok nyelvű liturgiájával, lelkipásztori ellátásával a papi utánpótlás kérdése. Ugye apad a létszám általánosan, sok nyelven kell tudni elvileg, több nyelven kell tudni egy-egy papnak. Ezek a papok hol képződnek, és főleg, most inkább ez érdekel engem, a kisebb népcsoportok, a szlovákok, a bolgárok lelkipásztori ellátása nyelvileg hogyan biztosítható? Ilyen kevés kis papunk talán sosem volt, mint most, amennyi most van. Ez egy tény, ez egy valóság, ez nem a Jóisten háta mögött történik, tehát a Jóisten ezzel valamit akar, nagyon oda akarunk figyelni, de nyilván tennünk is kell azért, hogy mindazok, akiket a Jóisten hív, meghallják, és bátorságuk is legyen, hogy kövessék a Jóisten akaratát. Tehát a hivatások az nem csak a püspöknek, nem csak egy hivatás gondozó valakinek a feladata, hanem mindannyiunk feladata. Családoknak is, lelkipásztoroknak is, egyáltalán a hívők közösségének is, mindannyiunknak feladata az, hogy segítsük, támogassuk, bátorítsuk azokat, akikben esetleg hivatás van. A képzés az mindeddig úgy volt, hogy általában Gyulafehérváron történik. Ennek az az előnye, hogy ott általában megtanulnak magyar nyelven azok is, akik nem tudtak otthonról. Ugyanakkor a Négyegyházmegye ott tanul, tehát barátságok, kapcsolatok szövődnek, nincsenek elszigetelve. Ez jót tesz a kispapoknak, hogyha ott tanulnak. Mert akkor legalább a magyar és az anyanyelvüket, ha nem magyar az anyanyelvük, akkor legalább azt tudják. Nyilván, hogy szükség van még akár német nyelvre, vagy bármilyen nyelvre is. Hála Istennek a kisebbségeknek vannak hivatásaik. Tehát azt hiszem, hogy a horvát elég sok van, úgyhogy ők el tudják látni a híveiket horvát nyelven. Van cseh papunk is. Bolgár papjaink vannak, tehát ha jönnek onnan hivatások, olyan is van, hogy tiszta cseh közösségben egy románul, magyarul, németül tudó pap került, és pár év alatt megtanulta a cseh nyelvet, és csodáltuk is őt ezért, és vállalta önként, és jó szívvel, és lelkesedéssel ezt a munkát. Belegondolok, hogy hát Szent Gellért annak idején hogy csinálta? Gondolom, hogy ő sem tudta a népnek a nyelvét mindjárt, és latinul nem biztos, hogy megértették, úgyhogy meg kellett tanulnia. És nekünk is, ha van jó akarat, akkor az emberek nem követelnek, nem tudom milyen nagy, nem tudom, magas szinten, hogy tudjon egy nyelvet. Fontos, hogy tudjon velük beszélni, tudjon a szívükhöz szólni, az értelmükhöz szólni, és tudja a szentségeket kiszolgálni. Ezt gondolom, most jelenleg kispapjaink egy része Gyulafehérváron tanul, és egy része Fuldában, Németországban. Tehát ez most a konkrét helyzet, hogy ez hogyan fog lenni. A Gyulafehérváron tanuló kispapjaink egyik bolgár, a másik román anyanyelvű, nem tudnak elégségesen magyarul, úgy, hogy az ősztől egy fél évet Budapesten a Balassi Intézetben fognak tölteni, ott tanulnak, ott fogják valamiképpen a nyelvismereteket jobban elmélyíteni, de közben tanulnak a teológiát, és nem veszítik el az évet, és a tanári karra lesz megbeszélve, hazajöhetnek vizsgázni.
Nyilvánvaló, hogy a püspök úr gazdasági szakemberekkel, ökonomussal is körül lesz véve, úgyhogy őket is meg lehetne erről ugyan kérdezni, mégis szeretném hallani, hogy a püspök úr hogy gondolja, hogy a Temesvári Egyházmegyében a visszaszolgáltatott ingatlanok, földterületek, épületek, telkek ügye mennyire megnyugtató. Vannak-e újabb elképzelések? Mert tudom, hogy voltak ilyen ingatlan elidegenítések, például a szerb iskolát odaadták valamilyen célra, vagy itt most nem sokára Temesvár belvárosában egy magyar központ fog működni, bentlakás az egyházi, egykori egyházi ingatlan jó voltából. Hogy van ez? Tehát visszakaptunk néhány épületet, vagy elég sokat visszakaptunk, mondhatom. Van, amit nem kaptunk vissza, és van, amit olyan állapotban kaptunk vissza, hogy csak teher. Tehát azt javítani kellene teljesen alapokból újra renoválni, mert leélt épületek. Anyagi források kellenek ezekhez. Most, amit a törvény megenged, mi tovább is kérjük, követeljük azokat az épületeinket, ami a miénk, arról nincs jogunk, hogy lemondjunk, ami a miénk volt, vagy újra visszakaphatjuk esetleg, és próbáljuk jól felhasználni azokat az épületeket, amiket eddig már visszakaptunk. Én százalékban nem tudnék most mondani, hogy úgy körül, hogy hogyan is állunk, milyen százalékban kaptuk vissza akár az épületeket, akár a földeket. A bánságban elég sok megműveletlen föld van. Nem tudom máshol, hogy van. Nem az egyháznál értem én ezt, de az egyházi földeknek is meg kell találni, hogy mire lehet azt felhasználni. Úgyhogy ez egy feladat, amit majd, mikor még tisztábban látunk, akkor próbáljuk megoldani. És még ezzel összefügg azért egy ennél sokkal fontosabb kérdés, Mária Radna, ami ugye egy nagyon jelentős kegyhely, zarándokhely volt, és ma is az, de régebben sokkal pezsgőbb élet volt, mint ma. Jól lehet, ezelőtt 3 évvel tökéletesen és teljesen megújult az egész épület, együttes, a templom, a rendház. Mégis, mintha úgy tűnne, hogy egy kicsit megcsappant az érdeklődés Mária Radna, mint vonzás csomópont körül. Jól érzem? Én nem látom így. Tehát én el tudom képzelni, hogy ezelőtt 30 évvel régebb, amikor körülötte mint katolikus, egész katolikus vidék volt, amikor a hívek száma nem körülbelül 100 000 volt, hanem több 100 000, akkor többen mentek oda esetleg. Mi történt? Az történt, hogy a radnai zarándoklat differenciálódik. Tehát nem egyszerre jön egy nagy-nagy csoport és kész, hanem van külön zarándoklat a magyaroknak, van külön zarándoklat a németeknek, külön zarándoklat van a görög katolikusoknak, külön bolgároknak, külön horvátoknak, külön főesperességeknek, és ezen alkalmakkor megtelik úgy nagyjából a bazilika, és ezen kívül aztán vannak ilyen nagyobb zarándoklatok augusztus 15 vagy szeptember 8, de itt is, hogy nem egy nagy zarándoklat van. Ez a sajátossága Mária Radnának. Én nem gondolnám azt, hogy kevesebben mennek zarándokolni most, mint korábban, lehet az arányokhoz mérten, differenciáltabb ez az zarándoklat, és reméljük, hogy az emberek a jövőben szívesen fognak Mária Radnára jönni a szűzanyához. A renoválások úgy nagyjából befejeződtek. A renoválásokkor megszabták, hogy mi legyen a rendeltetése a rendháznak, és ez 5 évig ezt be kell tartani. Úgyhogy van még 2 évünk, amikor, tehát már 3 év eltelt, 2 év van, és lassan már most kell gondolkodni, hogy a rendházat, a kolostor épületet, egyáltalán a bazilika körüli épületeket mire fogjuk felhasználni. Én nagyon remélem, hogy továbbképzésre, lelki gyakorlatokra, mindamellett, hogy zarándokok esetleg elszállásolására, már most is sok mindenre fel tudjuk használni.
Például, mikor oda zarándokolunk, akkor alkalom van, hogy ottan megvendégeljenek, akár papokat is, híveket is, elég nagy ebédlő, nagy terem, különféle konferenciákat már tarthatunk ottan. Én remélem, hogy ez fejlődni fog. Sokan tudják a püspök úrról, hogy a lelkiségek és a katolikus és kisebb-nagyobb mozgalmak iránt nagy érzékenységgel, empátiával fordult oda a Regnum Marianum a fokolára tézé, és így tovább a karizmatikus megújulás iránt. Lehet-e számítani arra, hogy a temesvári egyházmegyében az eddiginél nagyobb lelki, esetleg anyagi támogatásban részesülnek ezek a csoportok, megpesdítik az egyházmegyét? Hát én csak remélni tudom azt, hogy mint többen leszünk, akik a karizmákat nem elfojtjuk, hanem segítjük a különféle karizmákat, a különféle szentlelki adományokat, a különféle mozgalmakban és szerzetes közösségekben is. Tehát ez egy fontos feladata, gondolom, minden püspöknek, nekem szívügyem is, mert én ott ugye a Csíkban, ahol éltem, ott többször megfigyeltem a fenyőerdőket, hogy amikor egy fenyőfa kidől, akkor úgy általában nem dőlfődik, hanem a többi fenyő megtartja. És a közösségeknek ez a szerepük, hogy egymást megtartják, egymást tudják segíteni, és meggyőződésem, hogy hinni egyedül sokáig kitartóan alig lehet. Az embernek szüksége van közösségre, az lehet egy lelkiségi mozgalom, lehet egy plebániai közösség, lehet egy bibliakör, bármi lehet, de úgy érzem, hogy a hithez hozzatartozik a keresztény közösség és a közösségben való megélés, és ezért segíteni kell, hogy ezek a közösségek éljenek, fejlődjenek, segítsék egymást. És nyilván volt olyan is, hogy ugye egy közösség mikor megszületik, az olyan, mint a kisgyerek. Eleinte még nincs semmiféle formája, alig még segíteni kell minden szempontból, olyan nagy dolgokat nem visz végig. Aztán eljön a serdülőkor, amikor mindenkit kritizál, úgy gondolja, hogy csak ők vannak a világon. Ezek vannak, de utána, amikor ezek felnőnek, megérnek ezek a közösségek, igazi, valós, komoly segítség az egyházi életben és az egész egyház működésében. Úgyhogy én remélem is, akarom is, igen, szívemből akarom ezeket segíteni, támogatni ott, ahol megszülettek vagy születendő közösségeket. Közösségekben tanultam meg azt, hogy csak egymást kiegészítve tudunk eredményesen dolgozni. Mindenkiben van egy isteni adomány, tehetség, képesség. Mindenki tesz valamit, próbál tenni valami szépet, valami jót. És a mi feladatunk az, hogy ezt a szépet, ezt a jót felszínre hozzuk, és tudjuk azt, hogy egymást kiegészítve tudjuk építeni Krisztus testét, az egyházat. És gondolom, hogy ez egy fontos dolog, akár a lelkipásztorok között, hívek között, szerzetesek között, talán még püspökök között is, hogy úgy nézzünk egymásra, hogy téged a Jóisten ajándékként teremtett számomra, és engem ajándékként teremtett számodra, és ez mindjárt elősegíti a bizalom kultúráját, mert a bizalmatlanság kultúrája vagy szubkultúrája az csak rosszba visz. Az nem jó az, az tönkreteszi a közösségeket. A bizalom kultúrája nem azt jelenti, hogy vakon mindenkiben és mindenben bízok, hanem bízok abban, hogy a Jóisten tud valami szépet tenni általad. Valami szépet akar tenni veled, mert így tervezett el tégedet, és mindig újra és újra így nézni a másik emberre. És ha így élünk, akkor közösséggé tesz minket az, hogy hát amit én tudok, azt nem tudod te, amit te tudsz, azt nem tudok én, és mind a kettőnkre, vagy mindenikünkre szükség van. És ezt látom, hogy az egyházmegyében is így kell nézzünk mindenkire, hogy szükség van rád, mert Isten téged valami nagyon széppel teremtett meg, és valami nagyon szép céllal. Thank you.
simili modo posquam senatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, vi pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Benedicat omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratia.